Sziasztok! Köszöntünk titeket a Hiperkocka legújabb adásában, itt a stúdióban Lilla, Sziasztok! Pali, Sziasztok! én pedig Gábor vagyok. A mai adásunknak úgy gondoltuk, hogy a Star Wars lesz a témája, annál is inkább, mert hát a legújabb Star Wars film, a Solo, az finoman szólva meglehetősen megosztó lett, vagy hát talán inkább nem is annyira megosztó, hanem úgy olyan... Kurva nagy bukás az biztos, a jegypénztáraknál legalábbis. Az biztos, is. Hogy a jegypénztáraknál kurva nagy bukás, és hát a fogadtatása is olyan langyos, olyan középszarnak mondja mindenki talán. Hát igen, ugye a filmnek a készítése során is már rengeteg akadály meg nehézség merült föl, amik ugye a sajtó is kiszivárogtak, és tele volt velük az internet. Már ez is megnehezítette az érkezését, ugye kirakták a rendezőt, probléma volt a színésszel, a szólót játszó figurához, külön cinitanodás tanárt kellett bérelnie a rendezőnek, hogy el tudja játszani, gondolom, a rendkívül magas szintű színészi képességeket igénylő szerepet. Úgyhogy sok ilyen botrány övezte magának a filmnek az elkészültét is. Ezzel párhuzamosan pedig az angol szász nyelvterületen a Csillagok háborúja rajongókör, körök pedig hát lassan ilyen bojkottal fenyegetik a Disney-féle Star Wars franchise-t úgy, ahogy van. Ugye Kathleen Kennedy-nek a személye miatt óriási a felháborodás, és bojkottálták konkrétan sok tízezren, százezren a megnézését a szólónak. Furcsa egyébként, mert én nekem személy szerint tetszett a film. Hát ami a biztosítékot kibaszta az első helyen, az a Last Jedi volt decemberben. Nem tetszett Igen, a egyébként népeknek. Pont most érkezett a hír, hogy a Rose-t játszó színésznő, akit nem tudom pontosan, hogy hívnak, most tiltatta letán a Twitterét, meg nem tudom még milyen online jelenléteit, mert folyamatosan zaklatták, hogy ő tönkretette a filmet. Beszélünk erről egy kicsit, mert nekem egyáltalán nem volt antipatikus a Rose-nak a karaktere, és egy kicsit sem értem ezt a felháborodást az ő karakterével szemben. Igazából erről heves vitákat nem tudunk szerintem folytatni, mert én sem értem úgy alapvetően. Hát nem is vitázni szeretnék róla, volt. Csak hogyha valamelyikőtök többet olvasott erről. Én úgy tudom, hogy ami nekem sem tetszett egyébként a Last Jedi-ban, az, hogy van ugye egy jelenet, amikor támad a birodalmi óriási nagy gigagép, hogy lerombolja jól a lázadóknak a bunkerét, és akkor Finn öngyilkos akar lenni, bele akar repülni a siklóval, és Rose megakadályozza, és mondja, hogy nem így nem nyerhetünk, ez az úgy nem győzelem, és hát ez egy nagyon buta jelenet volt, ezt lássuk be. Igen, ugye ez nekem pont, sem tetszett. Pont előtte nagyjából egy fél órával nézhettük végig, hogy csak azért élték túl a lázadók az egészet, mert a flotta parancsnok az ugyanezt a taktikát végül is bejátszotta, és belekamikázézott a közeledő űrhajókba. Hát vagy ott van a teljes Rogue One. Igen. De arra mondjuk még rá lehet húzni, hogy az már nagyon régen volt, mármint úgy értve, hogy a filmnek az időrendjében arra már nem emlékeznek. De igen, ez nem volt egy túl szerencsés jelenet, de én se éreztem semmilyen szinten. Szerintem egy jó pofa karakter volt, egy kicsit ilyen setes uta, ilyen szociálisan nem túl talpra esett lány, aki mégis a lehető legtöbbet megpróbálta kihozni abból, hogy... Szerintem kifejezetten élőbb volt, mint a főhősnőnk. Igen, nekem is jobban tetszett, mint Rey. Illetve egy viszonylag jelentéktelen szereplő volt, tehát furcsa, hogy ekkora utálatot generált, de ugyanezt történt a Admiral Handóval, Handó admirálissal, a lilahajú magas nővel, a lázadó admirálissal, aki szintén egy ilyen pellengérre állított figura lett a tengeren túli fanok között. Én megnéztem erről néhány ilyen YouTube-os videót a Star Wars fandomnak az ilyen véleményvezéreitől,
És hát ugye az nehezíti itt a helyzetet, hogy ez a Kathleen Kennedy, akinek a Disney kiadta, hogy ő most a fő irányítója a Star Wars franchise-nak a Disney-n belül, ő egy feminista figura, aki a nyilatkozataiban nagyon nyíltan, hát mondhatnám, hogy akár provokálja a férfi rajongókat olyan megnyilatkozásokkal, hogy el kell nőiesíteni a Star Wars-t, mert nincs elég női rajongó, nem szól a lányokhoz a csillagok háborúja. És ezek a nyilatkozatok, ezekben egy csomó bevágást láttam ezekben a videókban, ezek forralják a rajongótábor vélemény vezéreinek a vérét leginkább. Szerintem mondjuk pont ezzel az adminálissal kapcsolatban azért nem teljesen alaptalanok. Tehát oké, hogy legyen több női karakter, ezzel szerintem nincs is semmi gond. Csak akkor azok legyenek jók. Tehát ez az admirális olyan taktikai bakikat követett el, amit egy admirális nem engedhet jó, hát meg magának. Volt baj a film ez kétségtelen. Igen, én is ezt akartam felhozni, hogy az admirális figurája szerintem egy sokkal kevésbé szerencsés karakter volt, mint Rosé. Ő egy kifejezetten egy rosszul, hibásan döntő vezető figurát kaptunk, akit megpróbáltak úgy beállítani, mintha végig igaza lett volna, és úgy amúgy valóban igaza is volt, úgy, ha azt mondjuk, hogy volt egy terve, amiről nem szólt senkinek, és mindenki a halál küszöbén várta, hogy mikor halunk meg, mert nem mondta el nekik, hogy mit akar csinálni, és ez egy, hát egy nem túl jó ötlet, hogyha egy maroknyi kis csapatod van, akik épp azt nézik, hogy hogyan fogják őket lemészárolni 15 percen belül. Igen, és a rajongótábornak nagyon nem tetszettek ezek a dolgok, és nagyon nem tetszik az a koncepció, hogy a csillagok háborúja nem csak a fiúké. Elsősorban azért nem tetszik nekik, mert a kinti rajongótábornak nem tudom, 97,5% a férfi. De ezt sem értem egyébként, hogy tényleg ott van például a Leia karaktere, aki tök jól sikerült így előtérbe tolni, és nagyon jól megformálták, egy új oldaláról ismertük meg, tehát hogy nem hiszem el, hogy ezt ennyire balfék módon kell kezelni. Tehát én nem hiszem, hogy az a 97% férfi rajongó ne fogadna ugyanolyan örömmel egy jó női karaktert, mint egy jó férfi karaktert. Hát. Ugye tovább éleszte ezt a rajongók és az új vezetés, csillagok háborúja vezetés közötti ellentétet az, hogy nem hallgatnak a rajongókra a készítők, és hát többen is egyenesen kimondták, hogy ez a Kathleen Kennedy, aki ezt az egész franchise-t most vezeti 2020 végéig, a következő, nem tudom, 8-10 csillagok háborúja filmet, egyszerűen nem szereti a csillagok háborúját, nem rajongója ennek az egész franchise-nak, hanem valami ilyen üzleti felsővezető, akit oda tettek, és ő most a megvalósult Ready Player van, ahol nem a srácok győztek. De tényleg, és hát van egy ilyen keserű szájíze így a rajongó tábornak, akik közül esetleg sokan már 30-40 éve ilyen B-közép rajongói a csillagok háborújának, és nem tudnak kommunikálni a készítőkkel, nem figyelnek rájuk oda, nem nekik készülnek ezek az új csillagok háborúja filmek, hanem az aktuális trendvonatra fölülve. Nem teljesen értek egyet egyébként ezzel, mert szerintem a Solo is, a Rogue One is, és még az epizód, a legutóbbi, a Last Jedi is, kifejezetten újszerű történetvezetéssel. Sok jó cucc volt. Nagyon sok új dolgot hoztak be a csillagok háborúja univerzumba, és én, mint aki nem vagyok egy B-középes csillagok háborúja fan, én nagyon-nagyon örülök annak, hogy nem egy rajongót tettek a új movie franchise-nak az élére, és nem azt kell néznünk, hogy a 16. új Star Wars filmben is megjelenik Luke és Leia unokája, Csubakka, Artuditus, Répió, és akkor ők beülnek a Millennium Falconba, amiből már csak nem tudom, a pilótafülke van meg, és elé fogtak egy csillagbánát, és az vontatja, mert az összes hajtómű lerohadt róla, és akkor elmennek a Tatooine-ra, meg a Dagobára, és
Szóval értitek. Tehát... Hát azt gondolnám azért, hogy a rajongók nem is erre gondolnak az alatt, hogy nem arra nincsenek kiszolgálva a rajongók, tehát éppen elég ilyen újra megjelenése volt az idős karaktereknek már. De egyébként egyetértek abban, a Rúgván az egy kifejezetten friss és egy kurva jó cucc volt, ami hozzátett a Csillagok háborúja univerzumához. Nekem igazából tetszett az Ébredő erő, meg az utolsó Jedik is. Viszont most a Solo movie-nak a kapcsán ugye új, leggyűlöltebb karaktere van a Csillagok háborúja univerzumnak, aki letaszította erről a trónjáról Jar Jar Binks-t. L3, a droid lány. Igen, hát ott valóban voltak problémák. Én ott sem éreztem, hogy ő neki kellene a leggyűlöltebb karakternek lennie bármiben. Már csak azért is, mert ahogy Rózan, ő egy annyira mellékes karakter a filmben, hogy... Jó, hát Jar Jar Binks sem volt egy főszereplő. De Jar Jar sokkal több jelenetet kapott. Igen, illetve Jar Jar már a legrosszabb dolog ugye az volt, ami miatt nagyon sokan megutálták szerintem, hogy ő ott volt a kifejezetten komoly jelenetekben is a film végéig, és állandóan beidétlenkedett valamit, és tehát egy drámai jelenetet nagyon tönkre tud tenni, mikor valaki a háttérben elesik a saját kakkájába, mert fönnakadt a nyelve a fán. Tehát itt pedig ez a droid, nincsen vele ilyen téren szerintem probléma. Az biztos, hogy probléma, hogy szerintem az ő karakterét is, meg Lendóét is ilyen a hajuknál fogva vannak eleve belerángatva a filmbe, és így nem ebbe a filmbe illenek bele. Tehát látszik, hogy őket nem erre a filmre tervezték, egy egészen másikra, és teljesen más a hangulat, ami körbeveszi őket. Saját kis sztoriszáluk van, ami nem kezdődik el, és nem tart sehova. Meg ami nekem zavaró volt a Lando vonaton, hogy egyszerűen ez a film nem indokolja azt, ami később történni fog ugye az idővonalon, hogy miért lesz szoros barátság Han Solo és Lando két között. Két része lesz ennek a Han Solo filmnek, nem? Szerintem csak egy. De hogy itt az első alapján még azt mondom, hogy még az is okés lenne, ha köpködnék egymást össze-vissza. Mert, igen, igazából mert, nem. Tehát nem egy jó viszonyban váltak el. Hát illetve ugye a robotra visszatérve, ott az a szál, ami nekem egészen bizarr volt, és nem tudtam hova tenni. Ugye itt az a fő... kvörkje, a fő különlegesség ennek a robotnak, hogy ő egy ilyen robot felszabadító harcos, aki azon a véleményen van, hogy a droidokat itt rabszolgaságban tartják, és hogy fel kell őket szabadítani, hogy ők is szabad polgárok legyenek. És igazából nekünk a nézőknek nincsen elmagyarázva sem szavakkal, sem pedig a szereplők hozzáállásával, vagy az egész filmnek a hozzáállásával az, hogy neki itt most igaza van, tehát, hogy itt, ugye, ami az egész Star Wars univerzumban nincs igazából elmagyarázva, hogy itt most az történik, hogy a droidok, azok külön személyek egyenként, akiket valamilyen módon itt rabszolgaságban tart mindenki, és úgy egy ilyen közös vélekedés van, hogy a droidok azok rabszolgák, és ez van. Ezt érdemelték, vagy pedig ez az L3, ez egy meghibásodott droid, akinek ilyen fura, vicces kényszerképzetei vannak, és őt valamiért nem programozza át a Lando. Ugye mind a kettőről így van, tehát mind a kettő valid, és nincsen kifejtve, és igazából nem derül ki, hogy amikor ő ott a két egymást gyilkolászó droidot próbálja meggyőzni arról, hogy törjék el a láncaikat és lázadjanak föl, hogy ő most egy ilyen tragikus figura, akit sajnálni kell, és akinek az ügyével együtt kéne érezni, vagy ez egy ilyen bohókás jelenet, hogy nem tudom, mintha mondjuk a kenyérpirítót próbálná meggyőzni arról, hogy lázadjon fel. Szerintem a legbizarrabb az a jelenet, amikor Kirával ott a
girly talkot letolják a Millennium Falconba, hogy akkor most Lando szereti-e őt, vagy nem. Tehát azon nekem így kiakadt a bullshit-o méterem. Visszatérve erre a kérdésre, amit föltettél, én amennyit tudok a Csillagok háborúja univerzumról, ugye ez egy fantasy univerzum, és az a kérdés, hogy a mesterséges intelligenciák személyek-e vagy sem, az inkább a science fiction műfajban szokott feljönni. És ebből kifolyólag én mindenképp arra tenném le a voksomat, hogy a Csillagok háborújában a droidok droidok. Tehát gépek, amik szimulálnak emberi viselkedéseket és tulajdonai más embereknek, és nincs köze a dolognak a rabszolgasághoz ilyen formában. Hiszen nincsenek komplexebb mesterséges intelligenciák a Csillagok háborúja univerzumban, nincsenek öntudatra, tényleges öntudatra ébredt mesterséges intelligenciák, ezek ilyen probléma megoldó és kommunikáló gépek, és ennyi. Szerintem erre eléggé letette a voksát a Csillagok háborúja már az eddigi részekben ezen a vonalon, ahhoz, hogy ne hát csak induljon ugye, be egy ilyen robot felszabadítási mozgalom. Hát csak ugye az viszont mindenképpen jelen van, hogy a droidoknak viszont vannak érzelmeik. Félnek, éreznek fájdalmat, és így már, tehát ez egy eléggé kényes kérdés szerintem, főleg egy ilyen könnyed, kicsit vicces, kicsit kalandos franchise-nál, mint amilyen a Star Wars volt. És hát nem így kellett volna behozni ezt a kérdést, ez egészen világos. Hogyha ezen túllépünk egy kicsit, akkor hát az egész filmre egyébként ilyesmiket lehet elmondani szerintem, hogy a Star Wars világába tett kikacsintásai a filmnek nem sültek el jól. Talán emiatt is bukhatott akkorát, vagy talán emiatt is fanyalog miatt annyi ember. Tehát minden, ami Star Wars-os szerintem a szólóban, az a legjobb esetben is gyenge közepes, de inkább nagyon szar. Egyéb iránt én nekem egy nagyon szórakoztató ilyen heist filmnek tűnt, amiben szerepelt Han Solo és Chewbacca, és ők ketten nagyon jók voltak, jó volt őket nézni, jó volt az ő történetüknek a kezdetét látni. És szerintem meglepően kompetens volt az egész filmnek a története is. Igen, egy abszolút szórakoztató, élvezetes kalandfilm, ami nem igazán Star Wars film, és nem is kellett volna erőltetni ezt a Star Wars-os ízt, ami hát különösen a lázadók behozása szerintem kifejezetten rémes volt, és annyira nem passzolt bele sem a szituációba, sem pedig a Szólónak a jellem változását nem volt indokoltott. Hát ez egy olyan szintű jellemváltozás volt, mint a harmadik, az epizód 3-ben, mikor Anakin Skywalker az egyik pillanatban gondolkozik azon, hogy talán a Jedi rendnek nincs mindenben igaza, és akkor a következő jelenetben kisgyerekeket mészárol. Tehát itt ugye pedig megkapjuk azt, hogy kiderül, hogy a ilyen zsoldos kompánia, akiktől végig félig meddig féltek, végig félig utálták őket, és jól lemészárolta nem tudom hány barátjukat, ők igazából ők a lázadóknak az ilyen előfutárai, akiket egy lány vezet, aki kinéz olyan jó 13 évesnek maximum. Úgy. De lehet, hogy sokat mondta. Igen, tehát egy ilyen kicsi, vékony, szeplős arcú, vörös hajú lány, aki úgy néz ki, mintha bejött volna kérni még egy kis sütit meg tejet, mert szeretne már lefeküdni, aludni, és ő ez a rettegett zsoldos vezér, és így elmondja a Szólónak, hogy hát ide figyelj, tudtad-e azt, hogy ezek a bűnszervezetek, akiknek dolgozol, ezek ám csúnya dolgokat csinálnak. És így Szólónk meghasonul, és egyből átadja neki a több csilliárd kreditértékű zsákmányát, amit kapott. Tehát annyira buta volt ez a fordulat, és annyira nem illett az egész filmhez, hogy látszott, hogy ez azért került bele, mert valaki elolvasta a forgatókönyvet, és a homlokára csapott, hogy uram, fia,
ebben nincsenek benne lázadók. És így utólag gyorsan valahova ilyen lábjegyzetbe oda kellett írni őket, hogy legyenek ott a lázadók, és segítsen nekik szóló. Csak hát a filmnek pont az lenne a végső ilyen tanulsága, az a végső kimenetele, és nagyon jó, hogy az, hogy Han Solo rájön, hogy az univerzum nem egy kedves hely, tényleg mindenki átver és elárult téged, senkiben nem lehet bízni, és hát csak magadra számíthatsz. És ugye ez lenne a végső kicsengése, és ez valid is, mert innen jól le lehet vezetni oda, hogy milyen volt Han Solo, mikor Luke-kal találkozott. Hát hiszen Han Solo-nak a nagy döntése az pontosan a halálcsillag elleni csatában történik meg, amikor átveszi a fizetségét a lázadóktól, és elhúz a picsába, és aztán az utolsó pillanatban visszatér, hogy megmentse a napot. És én nem láttam a Szólót, de hogyha nem ezt a jellemfejlődést vetíti előre, már pedig, ahogy elmondtad, akkor nem ez történik, akkor az valóban azért némileg jogosan furcsa, felháborítja az embereket. Inkább az, hogy van ez a mellékvágány, ami így beleszarik ebbe a jel. Tehát a szólóban Han Solónak az a jellemfejlődése, hogy ő egy csibész fiú, akinek azért a szíve arany. Tehát így indul el történetben, és szépen lassan rájön arra, hogy a csibész fiú, akinek a szíve arany, az ebben a galaxisban bizony mindig pórul fog járni, és újra meg újra pórul jár, és eljut oda, amilyen Han Solo az első csillagok háború a trilógia elején van, aminek a végére pedig ugye kvázi megtanul újra hinni valamiben, újra tud reménykedni. És ez egy elég jó karakterfejlődési ív, amiben hát bizonyos történetszálak eléggé belefosnak. Hát nyilván akkor ez szintén baromira felirritálta a rajongókat szintén. Hát a kérdés az, hogy a továbbiakban mi lesz a sorsa a Star Wars franchise-nak, mert ugye a rajongók most kifejezetten azért protestálnak, hogy ezt a Kathleen Kennedy nevű hölgyet távolítsák el a franchise-nak az éléről, és tegyenek oda valakit, akinek van valami köze a csillagok háborújához. Egyébként hozzá kell tennünk, még nem ejtettünk szót Kiráról, a másik főhősemről. Daenerys Targaryenre gondolunk? Igen, igen, és pont azt akartam mondani, hogy ebben a filmben szerintem kicsit sikerült túlnőni a Daenerysen, mert engem a végére érdekelt, hogy hogy lett olyan, amilyen. Igen, egyébként engem is. Én nem hittem azt, hogy... Nem gondoltam azt, hogy megjátsszák azt, amit az ő karakterével csináltak, és szerintem egy nagyon felnőtt és nagyon, nagyon jó fordulat. Igen, igen. A vége. Szerintem. Jó, így kellett is bele, és illett is bele, és jól hozta azt a szerepet. Viszont ha már fölhoztad, akkor a másik dolog, ami miatt én sűrűn pislogtam a moziban, és szerintem sokan, honnan jöhetett az az ötlet, hogy a Darth Maul-t be kell tenni? Mert az a Darth Maul volt? Szerintem igen, én utána néztem, és állítólag a valamelyik animációs Star Wars sorozatban ő feltámad valamilyen úton, módon. Hát én úgy gondoltam, hogy ez biztosan randomseed.exe fut ezen a holón. Én nem láttam a filmet, viszont azt tudom, hogy a Darth Maul az egy fajba tartozik, ami így néz ki. Igen, én is ezért gondoltam, hogy a randomseed.exe. Igen, csak azért furcsa lett volna, hogy egy másik pont ugyanúgy, tehát pont ugyanebből a fajból egy másik Sith, akinek szintén ilyen kétpengéjű fénykardja van, amit indokolatlanul bekapcsol egy videóbeszélgetés alatt, igen, hogy lássuk. Ez a mindennapos videócset, amikor pörgetted a pillangó késedet, miközben kedélyesen beszélget az üzletfeleiddel. Én annál a jelenetnél is azt éreztem, hogy szintén valaki olvasta a szkriptet, és bassza meg, srácok, nincs benn fénykard! És akkor hova tudjuk beleírni, hogy legyen legalább egy kicsi? Valahol a sarokba egyet bele.
Akkor beszéljünk egy kicsit a fénykardátokról, ami a Csillagok háborúja univerzumot sújtja. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy már itt a hiperkockában is szóba került, hogy végignéztem Star Wars regényeket, hogy melyiket olvassam, és 238 darab Csillagok háborúja regényt pörgettem végig, és ebből a 238 regényből összesen három olyat találtam, aminek a borító festményén nem volt fénykard. Kibaszott idegesítő számomra az, hogy a fénykard az egy ennyire erős mémje ennek az univerzumnak, hogy mindenhova bele kell erőltetni. Én eddig nem láttam a szólót, de bíztam benne, hogy ebbe se Jedi, se Sith, se fénykard nem lesz. Valójában nincsen benne, tehát ez egy darab videóbeszélgetés, aminek nincs kihatása igazából a sztorira, így a végén megjelenik, és annyi. Én nagyon csodálkoztam, mert már a végén volt előre, és azt hittem, hogy jó, basszus, és akkor most mennek, és megint megölik a Darth Mault, vagy akárki ez. És mikor lesz erre idő, így 5 perc, hát ugye odafutnak, lelövik, és mennek tovább, de nem, hanem ő csak úgy ott volt, megtudtuk, hogy ő is ott van, gonoszan ült egy székben, de eltanult a Thanos-tól biztos, hogy... Hát ugye ez lehet az, amivel megpróbálja kiszúrni a rajongóknak a szemét. Nem tudom, engem személy szerint a fénykard betegséggel együtt kurvára zavart minden Csillagok háborúja termékben, és továbbra is kurvára zavar, hogy nem lehet eltávolodni az alaptrilógiától. Olyan egyetemes, egész emberiségre kiterjedő mémeket hozott létre a Lucas az eredeti trilógiában, hogy senki nem mert tőlük elmenni egy kicsit jobbra vagy balra. Hát pedig most olyan úgy tűnik, hogy ez a Miss Kennedy szeretne elmenni tőlük. Kérdés, hogy hagyni fogják-e neki. Hát jó, szerintem lenne. A Last Jedi is nagyon látványosan megpróbált eltávolodni tőlük, és hát kapott is érte csúnya nem kritikákat. Tudom, hogy azért kapta-e, mert megpróbál eltávolodni. Szerintem a rajongókör is szeretne egy kicsit eltávolodni a Luke, a Leia, meg a Chewie, meg az Ewokok, meg az R2-D2, meg a Darth Vader, meg a fénykard hát én ebben mémektől. Nem vagyok biztos, én nem mentem bele annyira az internet gyűlölet bugyraiba, de amiket így feldobott ilyen random videókat a YouTube meg társai, azokban mind az volt, hogy miért volt rossz a Last Jedi, és hogy hogyan szentségtelenítette meg a Csillagok háborúja univerzumot. Igen, nagyon úgy tűnik, hogy ez a fajta hozzáállás, amit ott megpróbáltak bemutatni, hogy, tehát amit ki is mond a Ben Solo talán, hogy egy új korban vagyunk, nem érdekel a múlt, nem érdekel, hogy ki mit csinált, az számít, hogy mi itt most mit fogunk csinálni. Hát úgy tűnik, hogy ez nem tetszik mindenkinek. Sőt, úgy tűnik, hogy a többségnek nem tetszik. Igen, hát talán a Disney oldaláról ez mindenképpen egy szükséges lépés, tehát az ő oldalukról nézve, mert akármennyire is be tudják vonzani a rajongókat, ez nem tart örökké. Tehát, én ezzel együtt is, bocs, azt gondolom, hogy nem a memetikai eltávolodás az, ami zavarja a rajongókat, hanem a hangulati vagy meg ideológiai eltávolodás. Hát nehéz a kettőt elválasztani, nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik, és hol ér véget a másik. Mert most, hogyha a következő 5 Star Wars filmben nem Chewie meg Luke van benne, hanem nem tudom, Lubi és Luke-nak a kisfia, aki a kis Luke, akkor ugyanott tartunk, tehát valamennyire ez a kettő összefügg. Tehát ezek az ikonikus karakterek, akik a történetben is, ugye láttuk, hogy amikor a Last Jedi-ban feltűnik Luke, akkor ő micsoda hősként van nyilvántartva, egy ilyen mitológiai figuraként szinte. Ahhoz, hogy el tudjon távolodni tőlük, ezektől a mémektől a történet, azok akkor egy kicsit a szellemiségtől is muszáj eltávolodni. Ugye az eredeti Csillagok háborúja trilógia egy nagyon-nagyon
belterjes abban az értelemben, hogy ebben a messzi-messzi, nagyon nagy galaxisban egy nagyon kicsi csapatot követhetünk figyelemmel, és csak ők számítanak. Igen, nekem már eszembe jutott egyébként, hogy itt mindig az emberek kavarják a szart, és hogy, ahogy körbenézel, azért elég sokféle élőlény te látsz a Star Wars univerzumban, és ezek így mindig így ülnek a kocsmában, és így mi a franc történik? Ja, már megint az emberek pattognak. Ahogy mondtam, ez egy fantasy világ, és a fantasy világokban is mindig az emberek kavarják a szart. Tehát antropocentrikusak ezek az univerzumok. A Csillagok háborújában is világos, hogy hiába van ennyiféle, mindenféle kúszómászó teremtmény, azért az embereknek a lélekszáma az ugye az ötszöröse az összes többinek együttvéve. Pedig milyen jó lenne az első Hutt Jedi kalandjait figyelemmel követni. De egy kevésbé antropocentrikus Star Wars epizód a Holiday Special. Hát igen, ja, igen és nincs oda siker is. És egyébként még csak nincs is igazad vele, mert ott meg a Wookiek azok, tehát a Wookieknak karácsonyuk van, amit nem úgy hívnak, de teljesen... Jó, igen. A rajongók még egy nagyon csúnya eretnek dologra vetemültek, ahogy hallgattam őket, méghozzá nagyon szidják a hiperkocka lélek állatát, a porgot. A porgokat nagyon nem tetszett a rajongóknak. Nem beszéltük meg, hogy a hiperkocka lélek állata. Én nem akarom, hogy az legyen. Én megszavaztam. Lilla, igen vagy nem? Neked kell döntened. Én megszavazom. Szerintem cukik a porgok. Na, tessék, akkor elég már hivatalos. Elég ki sütve is, úgyhogy... És mi volt a baj a porgokkal? Azért akkora szerepük nem volt a filmben szerintem, hogy... Ez lett a mai epizód címe, azért akkor a szerepük nem volt a filmben. Náluk még a Rose-t is jobban el tudom képzelni, miért utáltak. Hát hogy... olyan sokat nem is beszéltek róla, inkább csak látványosan undorodtak és elhatárolódtak a porgoktól. Elhatárolódtak. Úgy kell elhatárolódni a porgoktól. A politikai nézeteik nincsenek rendben, vagy... Erről jut eszembe, hogy azt a retcont, azt hallottátok szintén az Új Csillagok háborúja vezetőségnek a kapcsán, hogy kikiáltották 3PO-t az első homoszexuális robotnak. Ó, hát sajnos ezt a világrengető hírt nem sikerült. Kicsit a Dumbledore-os retconhoz hasonlít a történet. Hát talán még annál is rosszabb, tehát a 3PO az, ez miben nyilvánul meg? Hát, hogy olyan teszetoszany, egy kis nyomorult. És ez hát, minden homoszexuális így együtt, igen, ez ilyen kurvára nem jellemző a homoszexuálisokra ez a tulajdonság, hömpöly, de a Hollywood gay típusú homoszexuálisra viszont igen. Igen, de ezt mondjuk, tehát ezt te a hiperkockában így elmondhatod, de azért, ha a stúdió ezzel kiáll, akkor egy kicsit. És akkor, nem tudom, R2D2, ő... Az nem került elő, hogy ő valójában néha izé, a macskákkal nem tudom, szokott. Virtuálisan szexel lesz Rípióval, vagy ott mi van. És akkor az most vajon egy homoszexuális kapcsolat, vagy az minek minősül? Igen, van? A robotszexuális. A felfordított szemetes kuka az milyen? Az egy külön nem. Szóval az én személyes véleményem viszont mindenképpen, az nem tudom, hogy melyik rajongó mit gondol, de nekem személy szerint az hiányzik, hogy új jelentős figurák jelenjenek meg, súlyos figurák jelenjenek meg, új konfliktusok jelenjenek meg az egész történetláncban, és tényleg jöjjenek el az új idők, csak új figurákkal jöjjenek el az új idők, nem pedig ilyen jellegű koncepciókkal, mint amiket itt sorolgattunk. Én évtizedek óta vágyom egy birodalom, szétek, sötét oldal movie-ra. Akár arra is, de akár ennek az egész Sith Jedi dolognak egy kicsit tovább gondolása, valami új. Csak senki úgy tűnik, hogy még most is nem mernek hozzányúlni annyira. Tehát talán a filmtörténet legikonikusabb filmje az eredeti trilógia. Tehát ez tényleg az, hogy a nagyanyám is tudja ki a Darth Vader, meg az R2-D2, meg a Jabba a Hutt,
meg tehát leg, 5-10 mémet föl tudnak belőle emberek sorolni. Ez annyira erős volt ott a 1980 környékén, hogy nincs még egy ilyen a filmművészetben. És egyszerűen 40 év eltelt, és nem mer senki hozzányúlni intenzívebben. Hát és most, mert egyébként szerintem a Last Jedi-n továbbra is fenntartom, hogy ebbe az irányba tartott. Igen, tehát, ezzel egyetértek. Megkaptunk nagyjából négy, mondhatjuk azt, hogy négy új főhőst, a, ugye a Rey, a Ben Solo, a Finn meg a Poe, akiknek nincs igazából erős kötődésük a korábbi trilógia egyetlen figurájához sem. Nincsenek nekik olyan típusú ilyen extra háttereik, amik a korábbi trilógiából jönnének. Tehát ők jó, a Rey a Tatooine-on nőtt föl, és nagyjából így ennyi van, de mindenki mástól igazából nem is nagyon. Ugye a Finn az rohamosztagos volt, ilyen karakter nem volt eddig a Star Wars-ban. A Poe-ról annyit tudunk, hogy ő valamiféle pilóta, és hát ugye a Ben Solo pedig egy ilyen Darth Vader jellegű figurának indult, és neki ugye az első film végén egy homlok egyenest ellenkező irányba megy a története, ugye meg a Darth Vader megtér a jó oldalra, ő eldobja ezt a lehetőséget. Én nagyon hálás voltam a Last Jedi-ba, amikor a Rey-nek a származása merült föl, és kiderült, hogy senkik a szülei. És semmilyen vérségi köteléke nincsen az eredeti brigáddal. Pedig vártad, hogy csubakkáljuk valamit legyen. Egyébként igen, ez kétségtelenül egy nagyon-nagyon pozitív gondolat volt, és de egyébként abban egyetértek veled, hogy ebből a négy figurából, hát talán még a Ben Solo a legérdekesebb karakter. Ikonikus meg a figurák nincsenek de közöttük. Igen. Egy ikonikus figura jött létre szerintem az új Star Wars franchise-ban, az a BB-8. Pont ezt akartam mondani. Nem tudom, én nem biztos, hogy én nem hiányolom annyira, hogy már most ikonikusak legyenek egyrészt, vagy hogy olyan igazi, tehát nem biztos, hogy szeretnék egy új olyan Star Wars, mint a régit, ahol az egész galaxisban csak ez az öt ember számít, és mindenki más az így a háttérben valamit csinál. Ezzel egyetértek, de például személy szerint engem mondjuk a Finnnek, meg a Ben Solónak a sorsa érdekel, a többiek így kurvára nem. Tehát ha felakasztják őket egy fára a következő film első 5 percében, akkor nem fog felizgatni. Igen, tény, hogy mondjuk pont a Rey szerintem nem annyira jó főhős amiatt, hogy most már tényleg eljutottunk oda, hogy a Rey 3 másodperc alatt tanul meg mindent. És nagyon nehéz együtt érezni a problémáival, hogyha a problémái azok 10 percenként cserélődnek, mert feljön egy nagy epikus probléma, Rey gondolkozik egy kicsit, és megoldja valami új képességgel, amit így hirtelen elsajátított, és jöhet a következő. Én bírtam Rey-t egyébként, tehát nem volt ilyen jellegű problémám vele. Én sem utáltam kifejezetten, csak egyszerűen nem tudok vele együtt érezni, olyan kicsit üresek. Igazából olyan, mint a Peter Quill a Galaxis őrzőiben, hogy annyi más érdekes dolog van rajta kívül, hogy miért pont ő van a középpontban. Ez elég találó, igen, egyetértek. Nekem személy szerint egyébként Finn a kedvenc karakterem az új vonásból. Nagyon hiányzott a Star Warsból egy ilyen everyman figura, aki így, úgy ő is ott van, mindig történik körülötte valami, és úgy reagál ezekre a dolgokra, megpróbál tőle telhetően részt venni az esemény, hogy sikerül is neki, de nincs egy olyasfajt, nem ő a kiválasztott, nem ő a hős, hanem ő csak úgy megpróbál jót tenni a maga módján, és emiatt szerintem jó ötlet volt Rose-nak a karaktere is, aki hasonló figura, és hogy ők ketten cselekednek. Az más kérdés, hogy az a mellékszál, amiben részt vettek, az hát ugye
végül egy ilyen teljesen céltalan, vagy hát még inkább egy teljesen sikertelen mellékszál volt, de az, hogy ott volt, az nem biztos, hogy rossz. Tehát nem biztos a Star Wars-ban az is egy nagyon újszerű dolog volt, hogy bejött egy olyan, hogy jönnek a jó fiúk ügyesen, okosan és jól cselekszenek valahol, mindent megtesznek a sikerért, és végül nem sikerül nekik valami. És behozták az egyik nagyon jó karaktert, a lakatost, nem tudom, kódtörő, vagy mi volt ő. Aki... Ja, igen, aki elárulja őket a gecibe a végén. Igen, tehát az is jó ő volt, is egy ilyen kétes figura volt, akiről azt vártad volna, mint minden Star Wars filmben, hogy majd egyszer csak angyalian átáll a lázadókhoz, és nem. Sok jó ilyen csavar volt benne, tehát hogy a Snoke-nak is a halála, az azért az egy meghökkentő, teljesen indokolatlan fordulat volt, és emiatt nekem nagyon tetszett. Ami most izgalmas kérdés az az, hogy mi lesz a Szóló buktája után, mert legalább $500 milliárd bevételt várt a stúdió, de inkább 6-700 milliót a Szólótól, és a jelenlegi előrejelzések alapján most, amikor fölvesszük, ilyen 240 millió körül van, és a nagy rös már le is ment, nem valószínű, hogy eléri a 400-at. Hát effektíve szinte bukás lesz a film. Épp hogy a bekerülési és a marketing költséget visszahozza a stúdiónak, vagy talán még az sem. Kérdés, hogy ez elveszi a kedvüket a mostani terveiktől, mert nagyon sok Csillagok háborúja anyagot, filmes anyagot terveznek jelenleg. Kérdés egyébként az is, hogy mennyire várták ezt a buktát. Mert ugye nyilván azt kommunikálják, hogy ennyit meg ennyit szeretnénk, mert az szarul veszi ki magát, hogyha azt mondja, ha már a stúdió mondjuk vetítés előtt, hogy jaj, hát igen, ez kurva nagy bukás lesz, örülünk, hogyha visszahozza az árat, akkor a szar lett basszus. Tehát kérdés, hogy valójában a marketingesek mennyire számítottak erre, mennyire volt ez belekalkulálva? Hát, egyébként hogy... eléggé trén volt marketingelve, még itthon is, tehát hogy így... Amikor így beültem random filmekre, a legritkább esetben a Szólónak a trélere jött szembe, ellentétben mondjuk a Rampage-el, amit így totál indokolatlannak éreztem, így kb. A Bogyó és Babóca múlj előtt is benyomni. De egyébként tényleg ez egy nagyon jó gondolat. Én ebben nem gondoltam bele, de most, hogy mondod, baromi kevés helyen volt kiplakátolva, tényleg kevésszer. Instán egyszer láttam, hogy kétszer a trélerét, mielőtt a filmet magát megnéztem, és tényleg a Rampage-nek megbezzek. Minden előtt ott volt. Na jó, de azért olyan is sokat segített abba, hogy bukta legyen a film, hogy ugye, amit a Harrison Ford nyilatkozott a témában. Vagy hát, tudom, az én hozzám nem jutott el ellentétben. Nem nyilatkozott, bocs, csak megkérdezték tőle, hogy várja-e már a filmet, és azt mondta, hogy nem. Hát de ez azért annyira nem meglepő, tehát a Harrison Ford szerintem már nagyon régóta teljesen világosan kommunikálja, hogy ő nem egy Star Wars fan. Tehát ő neki ez a Han Solo, ez egy szerep volt, amit eljátszott. Jó, szép volt, jó volt, de vége volt, most már mindenki akadjon le róla. Szerintem a Harrison Ford ezt már évek óta gőzerővel próbálja kommunikálni, és még mindig a Star Wars fandom nem vette a lapot. Pedig pont ő az egyetlen olyan karakter, akinek amúgy volt további sikeres filmes élete. Hát talán pont emiatt. Hát valószínűleg egyébként. És hát a Szólót illetően a Csubakkának is elég fura volt a nyilatkozata. Mit mondott? Szóval én nem erre gondoltam, hanem hogy egyszerűen a Last Jedi előtt már hetekkel mindenki zizegett, mindenhol erről volt szó, minden felületen tele volt cikkekkel, hogy mi lesz vajon majd a Last Jedi-ban. Plakát, trailer, így videó, úgy mi videó. Mi magunk is marketingeztük elég sokat. Erről nem is beszélve. Tehát a hiperkockában sem fordítottunk eleget a Szólónak a marketingjére. És itt ez meg valahogy csak úgy megtörtént, ez a film. A várható filmek közül melyiket várjátok leginkább? Hát ez jó kérdés.
Hát mivel egyedül talán a Boba Fettestől lehet tudni, hogy ja nem, a Boba Fett meg az Obi-Wanos az, amiről lehet tudni, hogy mi lesz benne. Azon kívül van az a trilógia, amiről nem tudjuk, hogy miről fog szólni, meg a Star Wars sorozat, amiről nem tudjuk, hogy miről fog szólni. Hát akkor egyiket sem. Én a folytatást várom, a Last Jedi folytatását. Igen, ja, tényleg igen, azt az leginkább. Jövő december, ugye? Talán. Valami olyasmi. De én a Boba Fettet is várom, mert én ettől a szólótól vártam volna azt, hogy azt a Mos Eisley meg Jabba palotája hangulatot, ami a Star Wars univerzumnak egy elég jelentős része, ez a söpredék. A és... Star Wars tortugája. Igen, tehát hogy azt a hangulatot fogja pörgetni egy filmen keresztül, ahogy elmondtátok az alapján, ez nem így történik. Hát attól függ, hogy mit értesz ez alatt. Tehát azt a fajta ilyen minden sarokban valami másfajta lényezet szörcsög és héderezik. Igen. Azt nem, azt egyáltalán nem. Viszont szerintem ezt a társadalom peremén vagyunk, csibészek vagyunk dolgot, ezt elég jól hozza. Ráadásul belelátsz a utcán zsebtolvajkodó, csencselő hordáknak az életébe is, meg az ilyen, hát úgy mondjam, kicsit magasabb szinten űzi a bűnözést felső 10 000-be is. Igen, ebből a szempontból szerintem nem rossz film. Nincs meg az a Mos Eisley város hangulat, az egészen biztos. De szerintem az a Boba Fettesben sem lesz meg, mert nem lesz elég költségvetés a CGI terén. Hát de pedig muszáj lenne figurákat pörgetniük, akiket ugye játékokban, meg pólókon, meg ilyeneken lehetne. Tehát ez egy óriás bevétel az ilyen típusú filmeknek. És én nagyon is szeretem ezeket, és túl kevés van ezekből az új Star Wars filmekben. Szeretnél a porg plüssöd mellé valami más házi kedvencet? Nem tudom, az Obi-Wan lehet egyébként még érdekes. Én azt jobban várom, mint a Boba Fetteset, ha már ez a kettő között. Van benne fénykard. És hát amit igazán várnék, csak az, arra meg ugye kijelentették, hogy nem az lesz, az se, amiről nem tudunk, az se az lesz. Az egy Knights of the Old Republic, akármicsoda. Gáborral értek egyet, valahogy én nekem sose jött át az, hogy a Boba Fett miért egy ennyire ikonikus karakter, tehát így volt összesen körülbelül 4 jelenete, abban sem csinált semmi extrát. Úgyhogy nem tudom, hogy amúgy a fandom miért hype-olja őt ennyire. Tehát akkor már Obi-Wan tényleg, hogy úgy mondjam, többet tett le az asztalra. Hát Boba Fettnek van egy jól kinéző páncélja, és szerintem nagyjából emiatt lett népszerű karakter is. Jó, hát akkor ennyire Zéa hangja is lett a főhős, tehát így. Hát elég nagy univerzum buborék épült azért a Boba Fett köré, tehát túl azon, hogy egy csomó regény jelent meg, amiben Boba Fett a főszereplő. Ezen túlmenően a Mandalort, ahonnan származik, az animációs sorozatnak az egyik fő helyszíne, az ottani népeknek a háborúskodása, és mindenki olyan páncélt visel, mint a Boba Fett. És az egyik főszereplő is az új animációs sorozatban az egy ilyen mandarolori lány, akinek szintén olyan páncélja van, csak ezüst színű, egy ilyen lilás, vagy milyen, igen, inkább ilyen lilás. Nem tudom, az animációs filmekből talán egy jelenetet láttam, amiben volt egy baby hút, és az annyira cuki volt. Hát szerintem a felnőtt hút is nagyon cuki. Nagyon. Na hát tehát, hogy még na most meghallgatják majd a hiperkockát az összes csillagok háborújás döntéshozók, és a korábbi felvetett ötletem az ifjú hút Jediről szerintem végre termékeny táptalajra lel, és
Vagy csak egy simán egy ifjú hútnak a kalandozásai a anyabolygójuk mocsarában. Ami nagyon-nagyon lassan csúszik. Igen. 3 napon keresztül. Másfél kilométerre levő közértbe. Baszki, kéne egy ilyen fanfilmet csinálni. És lehetne olyan, mint a Postal 2, hogy te csak leindulsz, te ért a boltba. De véletlenül mindenkit szét kell lőni közben. Nincsen HUD szimulátor? Amiben csúszhatsz ilyen gyök 2-vel. Hát tekintettel arra, hogy van függöny szimulátor, meg WC szimulátor. Gyanítom, hogy ez egy olyan piacirés, amit már valaki betölt. Hát egyébként ez nagyon érdekes kérdés, hogy talán azt megtudhatjuk-e valahogy, hogy Jabba hogy lett egy ilyen hatalmas nagy ilyen maffia főnök. Tehát az oké, amikor már ő a Jabba a hatta a maffia főnök, és terpeszkedik a trónján, de amikor még, tehát ahogyan föl kellett oda küzdenie magát, és nem tudom, ment a nagy bankrabolás, és mindenki berontott lézerpisztolyokkal, ő meg még 3 kilométerrel odébb így csúszott a helyszín felé. Lehet, hogy nagyon jó stratéga, csak ez soha nem derült ki, mert már akkor nagyon elbízta magát, amikor mi megismertük. Hát a, az hogy lesz, hogy mindenki elmenekült a sok pénzzel, amit elloptak, de olyan gyorsan mentek, hogy elütötte őket még egy autó, ő meg csak úgy oda csúszott, fölmarkolt a pénzt, és tovább csúszott. Vártam, hogy azt mondod, hogy elütötte őket egy kombájn, vagy valami úthenger. Azt nem is tudjuk, hogy tud-e egyáltalán mozogni. Vagy azt tudjuk, láttuk mozogni, úgy valami... helyet változtatni? A baby hút, azt tudott. Ó, az Expanded Universe szerint a húttok azok mind ilyen bűnözők. Ez nagyon rasszista. Igen, szerintem is elég rasszista, de hát az Expanded Universe-től sokat nem lehet várni. Én egy dologra emlékszem, a Dark Saber című regényre, amiben húttok voltak az antagonisták, és újjáépítették a halálcsillagot. De... Ó, milyen kreatív gondolat! De várjál, nincs vége, mert nem gömb alakúra csinálták, mert ők annyira gonoszak, jobban gonoszak, mint az Emperor Palpatine volt, mert ők kitalálták, hogy hát nem is kell köré ez a gömb, mert mi a fasznak, csak a bolygó robbantó ágyút csinálták meg, egy ilyen nem tudom, 500 kilométer hosszú ágyút, ami úgy nézett ki, mint egy fénykardnak a markolata. És ez volt a Dark Saber. Hát ez nagyon dark. Ilyen nagyon kreatív művek születtek. És sajnos az... A tervüket csak azt hiúsította meg, hogy a belső épisznész Feng Shui okokból túl magasra helyezte az indító gombját a lézernek, és nem érték fel a csökött kis kezük. A teljes Hood Crime szindikátusot alatt egy próbálta elérni, de nem sikerült. Erről az jut eszembe, hogy egyszer... Szembe jött velem valami japán randi szimulátor, ahol egy T-Rex-el randizhattál, akivel elmehettél ukulelét venni a boltban. De ezt már a hiperkockában is említetted egyszer, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagy hatásra. Nagy hatást. Igen, mert annyira szürreális, tehát ki az Isten akar egy T-Rex-el randizni? Azt hittem, hogy ukulelét. A T-Rex az biztos akar randizni. Hát de valószínűleg egy másik T-Rex-el. Szerintem akárkivel szerencsétlen, a csökött kis kezeivel nem tudja kiverni magának. Hát de hozzá tudja dörgölni magát dolgokhoz. Hát tényleg, ha van egy kis párnája, akkor végül is lehet. Kicsit talán elkalandoztunk a Star Wars univerzumtól. Ez már a húttoknál is ugye egy nagy kérdés, hogy hogyan önkielégít egy hút. Hát lehet, hogy elég, ha hogyha nincsenek mondjuk csontjaik, akkor lehet, hogy tök hajlékonyak. Ó, és jó nagy, erős nyelvük van, arra emlékszem. Igen, hát az már az egyébként, hogyha egy kicsit, épp csak egy hajszányival komolyabb izekre elvezünk, azért azon is látszott, hogy az eredeti Star Wars is mennyire ilyen fantasy mesés dolog, tehát ez a tipikusan a Jabba a Huttnak miért kellett a princesz Leia, mint rabszolganő?
úgy ilyen szexuálisan túlfűtött divattervezők által megtervezett ruciban. Nem tudom. Azért, hogy még 33 év elteltével is a pornós lányok ugyanabban a ruciban nyomják le a színjüket. Nem így értem, nem meta szinten értettem, Értem, hanem értem, karakter értem. szinten. Tehát nem tudom, rátekeredett éjszakánként, vagy mit csinál? Hát szerintem akkor Leia kicsit megtörtebben tért volna meg arról a bolygóról, ha már csak csontozatilag is. Hát lehet, hogy státuszszimbólum volt egy ilyen magas rangú rabszolga, nem? Igen, nekem is ez jutott egyébként eszembe, hogy valószínűleg ez a hörg jó mutat a polcon. Hát, mint ahogy a Szóló is karbonban. Jaj, erről jut eszembe 2.800.000 forintért életnagyságú karbonba fogyasztott Han Szólót lehet vásárolni. És igazi Han Solo van benne. Igen. Igen. Igazi Han Solo. Ez kicsit olyan, mint a szenterekék, nem? Hogy így Jézus öt lábát mindenhol Ja, igen. megtalálhatod, meg a De hat tényleg. kezét. Jaj, most volt pont erről. Csak nem tudunk visszatérni. Ha már a szenterekék, most volt valami hír, ami fölröppent róla, hogy egy ilyen orosz muszlim családnak az ilyen féltve őrzött Korán példányáról derült ki, hogy az valami, nem tudom, orosz akármilyen könyvnek a fordítása csak. Tehát az arab nyelvi fordítása, csak már ők sem tudtak arabul, tehát ezt nem tudták. A És helyi akkor... Twilight arab fordítása. De tényleg a valamelyik, nem tudom, a nagyi szeretett volna valami jó nagyot mondani, és akkor volt, jaj, hát igen, ezt még nem tudom, az ős hazából menekítettük ki, és majdnem eldobták, meg megkerült, meg elkobozták. Nagyon vigyázzatok rá, kis unokáim, és egyébként, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a Star Wars-hoz, az Expanded Universe-nek a sorsa. Az egy érdekes kérdés. Ugye most az új trilógiával azt kijelentették, hogy eltekintve a két animációs sorozattól minden más az kuka, tehát az úgy, ahogy van. Valószínűleg ezért is nem lesz Knights of the Old Republic film, vagy sorozat, vagy akármi. Minden egyéb az nem történt meg, az összes könyv, a Holiday Special se történt meg, nagy bánatára mindenkinek. Ha engem kérdezel, akkor ez egy jó döntés volt. Én óriási Csillagok háborúja rajongó voltam a 90-es években, és mindent összevásároltam. Az első angol nyelvű regény, amit elolvastam, az is Csillagok háborúja regény volt, mert csak angolul lehetett beszerezni. Ezért tanultam meg angolul, na jó kis túlzással. És hát az Expanded Universe-nek különösen így 2000, nem tudom, 10-ig bezárólag nagyon-nagyon-nagyon gyenge anyagok jöttek elő egymás után. Tehát ez a tényleg senki nem mert egy kis ujjal se hozzányúlni az ikonikus művekhez, és tragédia volt, amit ott műveltek folyamatosan. Tehát gyakorlatilag kijött egy olyan 20-30-40 regény legalább, ami a Jedi visszatér után játszódik, és mindegyiknek a Luke, a Leia, a Han, a Chewbacca, a 3PO és az R2 volt a főszereplői. Annyiban különböztek egymástól, hogy minden a... Illetve az ő ilyen ivadékaik, Ja, akik... meg aztán igen, az ő gyerekeik, ugye ott az Expanded Universe-ben a Hannak meg a Leia-nak három gyereke született, egy ikerpár, a Jason és a Jaina, és egy kisebbik gyerek, akit már nem tudom, hogy hogy hívtak. Természetesen azok között is volt Jedi növendék. A Luke egy Jedi iskolát csinált a Jedi visszatér után. Ami jó volt, ugye, ami talán Nebula díjat is kapott egyetlen Star Wars műként, a Timothy Zahn-nak a azt szerintem két részes műve volt, a Throne Admirálisnak a figurájával, aki annyira erős karakter volt, hogy beemelték végül is a kánonba, és a mostani kánonban is szerepel a Throne Admirális, az animációs sorozatokban szerepelt.
Ő egy ilyen kékbőrű, vörös szemű, ilyen nagyon higgadt stratéga, aki a birodalomnak az egyik fő embere, és az emperor halála után ő viszi tovább a birodalmat. De hogy utána mennyi ilyen gané jött, hogy leklónozta magát 30 példányban Palpatine. Megint föltámasztották Palpatine, most föltámasztották Darth Vadert. Szörnyű dolgok voltak. Volt egy bolygó, amire elmentek, ahol női Sith lovagoknak a boszorkány rendje élt, akik rankorokon lovagoltak. Pedig amúgy egy abszolút kihasználatlan területe szerintem az irodalomnak az, hogy amikor megtörténik egy ilyen epikus csata, hogy utána mi történik. Az új trilógiának sem sikerült megugrania ezt az akadályt. Tehát az új trilógia is ugye úgy kezd kapásból, hogy nem tudjuk hogyan, nem tudjuk miért, de a birodalom már megint erősebb, mint a lázadók. A birodalom már megint halálcsillagot épít, és a lázadók meg a kis maréknyi csapat, akik minden szedett-vedett népek, de a szívük a helyén van, és ők majd jól harcolnak. Jó, hát azt értsük, hogy miért erősebb a birodalom, tehát olyan dolgokat tudunk, hogy például 25 ezer csillagrombolója volt a birodalomnak. Ennek csak egy parányi része pusztult el a Jedi visszatérnek a végén, és tehát a birodalom egy nagyon komoly haderő volt, akiknek egy kicsi része mondjuk átállt a független népekhez vagy a lázadókhoz, de azért az egy nagyon masszív hadsereg volt, ami nem oszlott fel, nem futottak a szélrózsa minden irányába, amikor a Palpatine megmurdelt. Hát de hogyha ennyire átírták az Extended Universe-t, és akkor simán megléphették volna azt, hogy de. Hát egyébként nem lett volna hülyeség, hogyha valami új erő jelenik meg, csak hát én megbocsájtottam az ébredő erőnek ezt az új halálcsillag koncepciót, mert világos, hogy azért vissza kellett utalni a mémekre valamilyen szinten. Egyébként közben itt végig gondoltam, hogy az Expanded Universe regényekből, legalábbis amik az első, második, harmadik rész filmes változatáig, az Anakin történetéig megjelentek, addig csak az eredeti trilógiából táplálkoztak, kurva sok jelent meg, és szerintem nem érdemes elolvasni csak Timothy Zahnnak az írásait, meg nekem még egy kedvencem volt ott a Tales from Jabba's Palace, az egy novella füzér, és a Jabba palotájába így blöfnyékelő ilyen szörnyedvényekről, mindegyikről szól egy-egy novella, és azok tök poénak meg érdekesek. Azt én is olvastam, és azok tényleg jók azok. Ugye az ilyen helyzetekben az szokott jönni, hogy ahol úgy lehet alkotni, hogy nem kell. Ugye a Jabba palotája nagyon kényelmes volt, mert ott megvoltak a figurák maguk, és mint egy fanfiction, megvoltak a figurák, de nagyon keveset tudtunk róluk, de tudtuk, hogy kik azok, és úgy lehet köréjük egy érdekes sztorit kanyarítani, ami azért valahogy amit valahogy be lehet kötni abba mondjuk másfél percbe, ami a filmben szerepelnek. Emlékszem, az nekem is tetszett. Szerintem így körüljártuk az új vonalas Star Wars-nak. Két kérdésem lenne még a végére. Egyik az, hogy nektek melyik az eddig megjelent 10 filmből a kedvencetek? Jó kérdés. Talán a Last Jedi. Nem tudom, én külön választanám. Én a régi trilógiát, az elsőt, azt nagyon szerettem, de abban ott van a nosztalgia faktor is, és emiatt nem tudom nem kiemelni, viszont az újvonalas Star Wars-okból nekem a Rogue One volt az, ami oda baszott rendesen. Nekem a Jedi visszatér volt a kedvencem. A másik kérdésem pedig, hogy melyik szereplőnek adnátok ti saját Csillagok háborúja mozit? Jar Jar. Hát, egy Jar Jar és Chewbacca team up szerintem. De még legyen ott a BB-8 is, és akkor szörtyögés, röfögés, hortyogás lesz az egész.
Jó kérdés egyébként. Talán csak, hogy a Beckettnek a szóló filmből szeretném megnézni a saját filmjét. Ja, az nem egy rossz koncept. Engem a Fél Jedi izgatott föl a Rogue One-ban, aki az az erőérzékeny, távol-keleti arcú, talán vak is Ó, volt. Igen, vak volt, igen, ő már is idősebb volt, külön. Neki biztos érdekes volt az élettörténete, de Tarkinról is néznék valamit. Nem tudom, én még mindig arra vagyok ráfixálódva, hogy én egy szites, sötét, gonosz Star Wars filmet akarok látni. Most így külön karaktert nem tudok kiemelni. De persze leginkább, és ez most jutott eszembe a fiatal Yodáról, akinek még nagy bungee haja volt. És úgy nézett ki, mint egy ilyen ceruzatról. Igen, igen. Ilyen színes hajai voltak. És Bob Marley-t hallgatott sírni. És van még egy harmadik kérdésem, hogy mert három a magyar igazság, tudtátok-e, hogy Chuck Norris is szerepelt a Csillagok háborújában? És ő volt az erő? Igen. Tudtuk. Oké. Ez fájt. Hát ennyi fért mai adásunkba a Csillagok háborúja csínyáról, bínyáról. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! 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 Az erő legyen veletek! És iratkozzatok fel az erőre. És kommentbe írjátok be mindent.